Minden szentek ünnepe a Római Katolikus Egyház ünnepe. A keresztény közösségek a 7. századtól kezdődően egyes helyeken elkezdtek ünnepet tartani az elhunyt valamennyi katolikus szent tiszteletére. Az üldözések közepén született meg az egyház, megjelentek a vértanúk, akiket a hitükért, a Jézushoz tartozásuk miatt végeztek ki. Ezekben a keresztény közösségekben szeretettel fordultak azokhoz a testvérekhez, akik az életüket adták Jézusért. Ők lesznek a vértanúk, akinek a közösségen belül a haláluk után ilyen különleges szerepük van. Ez egy érdekes dolog, például az egyházban nagyon sokáig, több évszázadon keresztül csak vértanú lehetett szent. Aki nem volt vértanú, azt nem is avatták szenté. És akkor a vértanúságuknak a napján is, amikor az életüket adták Jézusért, akkor ezt megünnepelték, megköszönték. És aztán innentől kezdve az egyházban is megjelenik ilyen módon az elhunytaknak a tisztelete a szenteken keresztül. Tóth Tamás hozzátette, később már nem csak vértanúkat avattak szenté, hanem azokat is, akik a Jézushoz kapcsolódó életükkel példaként szolgáltak mások számára. Minden szentbe tartozik, ezért mindenki, aki ott van a mennyek országában, ott van az Úristennel, és azt hiszem, hogy az emberiség nagyon-nagyon nagy része ott van. Egyszer azt tanultam hittanórán, hogy jegyezzétek meg, mondta akkor Barsi Balázs atya, Ferences atya, elsős gimnazisták voltunk, hogy jegyezzétek meg, fiúk, nagyon nehéz elkárhozni. Ezt az üzenetet hozom magammal, ezért azt hiszem, hogy a halálunk után úgy tudunk ellenállni az Isten szeretetének, úgyhogy ott vagyunk vele, és akkor mindenkit köszöntünk, akik már ott vannak a mennyek országában az Úristennel. A szentmise különleges liturgiája abban van, hogy felajánlják azokért a személyekért, akik már elhunytak, és hálát adnak, köszönetet mondanak, imádkoznak értük. Halottak napján ugyanez a liturgia. Minden szentek napján az elhunyt szeretteinkre gondolunk, kilátogatunk a temetőbe.